Kondai Károly mestercukrász pályája elején majdnem festő lett a Tínföldgyárban, később azonban mégis cukrászmester lett, de rövid időre a rendőréletbe is belekóstolt, amikor belegázoltak az önérzetébe. Kijárta a vendéglátás gyakorlati iskoláit, a tanulótól a cukrász segéden és a szakácson, valamint az üzletvezetésen át egészen a cukrászmesteri címig. Legutóbb ő, pontosabban családi cukrászata készítette az Ajka Devecserés térsége ipartestület 100. születésnapjára a 100 szeletes, valójában 200 adagos születésnapi tortát is, és élete során számos szakmai elismerést és kitüntetést begyűjtött, miközben cukrásztanulók tucatjai kerültek keze alól. A most következő beszélgetés során megismerkedhetnek a Mónika cukrászda igaz történetével is, és azzal, hogy mit jelent a hagyományőrzés a süteménykészítésben. Nardai Károllyal itt, ezen a teraszon beszélgettünk, aki illendően köszönt a betéri vendégeknek interjú közben, ahogyan egy vérbeli vendéglátós az illik is. Ismerkedjenek meg vele közelebbről önök is, ha már egy jót lakmároztak a Mónika cukrászda remekéből, mert ez bizony szinte kötelező. Tehát igazából annyit kiszűrtem az előző beszélgetésből, hogy nem cukrásznak született, és nem az volt a óvodás korában, nem dobostorta volt a jele. Nem, nem, már óvodában nem is jártam, nem, hanem azt mondanám már, hogy törzsörekáres ajkai vagyok. Így születtem a ajkán. A szüleim idejöttek, a szüleim, és 1948-ban mindig azt szoktam mondani, a szabadságkor 100. évfordulójában születtem. Vagy a forduló tévében. Igen, hát így, de olykan abban az időben nagyon sok kisebb iskola volt, ahova jártunk az általános iskolába, és amikor azt mondom, hogy 56 volt, akkor amit Kirosi iskolának neveznek, óra jártam, majd utána pontosan nem emlékszek rá, hogy hányadik volt, de alig, hanem 5. már a mostani Kossuth iskolába jártam, és utána a végső volt az, hogy vendéglátásban Tapolcán voltam felvételizni, és sajnos amikor Tapolcán felvételiztem, akkor az ipari iskolába betelt a sikeres vizsga volt, de áthelyeztek bennünket Veszprémbe, és Veszprémbe végeztem el a szakmunkásképzőt, majd... De vendéglátó? Vendéglátó terén, igen. Természetesen. Persze, hogy volt, mint abban az időben, 60-as években, édesapám Tínföldgyárban dolgozott, készülhettem volna festőnek, de aki abban az időben mondta a festő ismerős a édesapámnak, hogy Józsi bácsi ne adja oda, mert ott a Tínföldgyárban csak csöveket festenek, meg állványokat. Tehát nincs nem értelme. Művészi munka. Ne, tehát nincs értelme, tehát nem szobafestő lesz az ember. Legalább mintákat. Igen, hanem tehát nincs értelme, és akkor a vendéglátás felé tereltek. Majd akkor a Veszprémben, amikor elvégeztem, itt dolgoztam az Ötvös utcába, ha mondhatom azt, hogy most az E+D, ahol van, vagy a Pálma Presszol volt, az igen. A két hely volt a vendéglátási, és ott voltam tanuló, majd utána ott lettem cukrászsegéd, majd azt követően bevonultam katonának, azt követően lekerültem egy nyárra, mivel a vendéglátásnak volt tudomásom szerintem megállapodása, és lekerültem Révfülöpre az országos tárfivatal üdülőjébe egy nyárra, oda kellett mennem. Lehelyeztek, nagyon jó volt kikapcsolódásnak, teljesen más jellegű sütemények, konyhai süteményeket kellett, nagy konyhait kellett készíteni, nagyon jó volt a számomra, majd utána... Jó iskola volt. Jó, igen, ilyen szó szerint tanulóiskola volt a számomra, mert más jellegű ez volt. Ez már több volt, mint az otthoni sütés. Igen, több volt, de a cukrászathoz meg kevesebb volt, azért tudni. Nyilván azért, a mesterséghez azért. Társi sütemények voltak, tehát azért hát mondjam, nagy tömegben. Nagy tömegben egy étteremben, szállodához, amit kellett csinálni, de nagyon jó volt számomra. Majd utána itt az állami vállalatnál mind cukrász segéd voltam, majd később melegmunyás üzletvezetőit végeztem, és azt követően pedig üzemvezető helyettes lettem itt a termelőüzembe. Ez a Veszprém megyei vendéglátó. Veszprém megyei vendéglátó vállalatnál is üzemvezető helyettes voltam. Majd ezt követően épült fel az Ajkán a hotel étterem. A kollégám elkerült oda,
mint szállodaigazgatónak, a Wiesbader Béláról belül. Igen, szegény gyár, hogy nem. Meg ő vele, majd én a cukrászüzemben voltam, mivel úgy érzem, hogy megfeleltem volna annak, hogy az üzemet elvezessem, sajnos a vállalat vezetésége úgy gondolta, hogy én nem vagyok erre alkalmas, ezért kiszálltam a cukrászszakmából. Megsértették? Igen, igen, azért... Van az embernek önérzete. Igen, az... tehát amikor én nem bántom azt, aki ott volt, oda került az én helyemre, hogy nem nevezem meg az illetőt, nem bántom nem meg. Nem ő volt a hibás? Nem, ő elfogadta azt, amit adtak neki. Igen. És akkor teljes vezetőgátás volt az üzembe. Onnét elkerültem, egy évig kocsmáros lettem, italboltos. Kiegészítő foglalkozás. Hát ott belefért a végzettségembe. Igen, vendéglátós. Vendéglátós végzettségembe, és utána pedig a Wiesbader Béla barátom megkeresett, azt mondja, hogy Karcsi, nem menj, jönnél el velem, Farkaszsepüre, Nimród vendéglőt átvennénk. Teljesen ez más. A főutcán van, ugye? Ez a Farkaszsepén, igen, igen. Igen, igen. Kurázsi volt, igen, igen, igen. Hát oda mentünk meg még egy felszolgáló barátom azzal, hát ő sajnos már ugyanúgy elhúny, mint a Béla. Elmentünk oda, tessék elképzelni, és egy jó másfél évig csináltuk a Bélával. Utána én úgy gondoltam, hogy hazajövök, mivel mondtam azt, hogy a vendéglátás területén be volt ígérve az, hogy kapok egy vendéglátó helyet, a Molnár kocsma, nem tudom mondani, önnek valami túl sokon volt. A Molnár Jani bácsi egy nagyon jó ismerősünk volt, meg nagyon jó kollega volt, hogy ővele átveszünk az éttermet, és hát mondjam azt, hogy hát nagyon jó vendégköre volt, tekintetve arra, hogy a feleségem családja Torsoki, tehát meg volt a vendégkörünk is. Még őnek is, meg nekem is. Önnek akkor szakácskodni is kellett? Vagy hogyne, szakácskodtam. Hát jó, hát amit ahhoz ebédel. Akkor körbejárt a gasztronómiát rendesen. A honvédségnél teszik. Csapos, szakács, igen. Cukrász. Igen, és a honvédségnél teszik tudni az a helyzet, hogy hát az ember letette a szakácsvizsgát, de az kevesebb volt ahhoz, mint amit a melegkonyás vizetvezetőjében tanult az ember. De mellettem még. Akkor a kis ujjából kirázta. A Farkaszsepén, a Nimród vendéglő. De aztán tényleg kellett szakácskodnunk. Teljesen vadéktelektől elkezdve mindent csináltunk. Tehát mindegyikünkben volt. És na most mondjam azt, hogy hát egyikünk sem főzött még vadételeket, a Béla barátommal együtt, és beletanultunk, és nagyon ment az étterem. Nagyon jó ment. Akkor a vérében van a konyhai művészet. Igen, és akkor úgy mondjam, hogy hát azt nagyon szerettem csinálni. Amikor onnan eljöttünk, be volt ígérve, hogy a Jani bácsi vagy nyitunk egy éttermet, az ők saját kocsmáját. Sajnos, amit beígértek, hogy hazajövök, azt mondta akkori kirendeltségvezető vendéglátónál, sajnos nem tudom odaadni, így beszézett, hogy Charlie, nem tudom odaadni, mert a régi vezető meggondolta magát, mégsem megy el. És erre ajánlott fel nekem akkori kirendeltségvezető egy jóval nagyobb éttermet, és mondtam neki, ne haragudjál, az legalább 10 főt igényelne, és az ember egy vendéglátó helyre 10 főt összekeresni. Tehát gyakorlatilag séfnek nevezték volna? Nem, az üzletnek a vezetőjének. A üzletvezetőnek. Üzletvezetőnek. Ja, mindent össze kell fogni, nem ott csak volt a egy étterem, konyha, igen, egy pult, egy söntéspult, minden. Padragon a Szabadság vendéglő volt ez. Az a fő utcán van a Padragon. Oda nevezettek volna ki, és mondtam neki, ne haragudját, honnan vegyek én elő 10 embert, és akkor történt a nagyon nagy fordulat számomra, elmentem a BM-hez, a bátyám is, az ajkám volt akkor már körzeti megbízott, és elmentem az akkori parancsnokhoz, és jelentkeztem rendőrnek. Bum! Teljes kicsit távol áll a gasztronómiától. Igen, igen. Elmentem hozzá, de azért a maga nem hibát, ott volt a feleségem, ott volt a családom, és egy biztosítani kellett a családnak a megélhetését. Igen. Elmentem, a lepréjól álltak, és utána, hát már ez decemberben volt, már novemberben adtam be a felmondást, a Pápa és Vidék áfésznél voltam akkor. Pápa és Vidék áfésznél voltam, és korrekt volt, azt mondták, mivel ide megyek, így megadják azt a lehetőséget, hogy egy hónapot tovább maradjak ott, Farkaszsepén a Nimródba, majd utána felszereltem. December 15-tel felszereltem, és utána januárban már nem tudtam menni,
járőrözni, iskolába se tudtam menni Szombatvárra. Majd következő évben, ha jól tudom, nyár folyamán a csopaki alapképzőbe kerültem el, ott végeztem el az alapiskolát, utána másik év januárban elkerültem a szombathelyi tiszteletes képzőbe, azt is elvégeztem, majd utána, amikor onnél elkerültem, akkor utána felkértek, hogy nem vállalnám el, Urkutan a körzeti megbizottságot. Körzeti megbizott lettem. Az iskoláimat azt jól végeztem, most nem nagy képviség. Az ember idős fejével, akkor mert én 30 éves voltam, kezd csak a 30 év fölött voltam már. És akkor az ember, az akkor, amit oda tettek el, én BTK-t, azt tudni kellett. Hát meg ami kellett hozzá szakmai. Tehát jó volt, és akkor megbíztak azzal, ott voltam másfél évig, majd utána azt mondtam, hogy beiratkoztam középiskolába, és akkor felkértek, hogy nem-e vállalnám el, mert akkor az Jajkán volt az egyik legnagyobb KMB terület, ha jól tudom, Törzsás volt az a rendőrkollega, nem-e vállalnám el azt a beosztást, Ajkai KMB-t. Hát az ember miért ne vállalná el? Persze Urkuton ajánlottak lakást, maradjak ott mindent, feleségem azt mondta, hogy nem, mert itt laktunk a Kori utca, most Fő utca, Tanács Köztársaság utcában, szuper helyünk volt. És akkor mondtam, hogy hát dehogy nem, elvállaltam, közben jártam középiskolába, és mondtam, hogy hát szerettem a fiatalabb rendőr kollégákkal is beszélgetni. Tehát az ember már 30 év fölött azt szokták mondani, hogy benne csak az ember. Csak középiskolába? De jártam középiskolába, az ember feje lágy. Tehát az lágy. Érettségére hajtottam. Igen, a feje lágy a benőr. És akkor jártak velem rengeteg kollega, akik magasabb beosztásba is kerültek, meg mindent. Szerettem velük menni, amit a tudásomat átadni. Természetesen én se innen szoktam ki a kisujjamból. Voltak nagyon jó kollégák, akik megtanítottak. És ebben az időszakban a 8 óra soha nem 8 óra volt. Nem azt mondom, minden egyesek mondják, hogy 25 órát dolgoztam, ilyen nincsen a 24 órából, de úgy 16-18 órákat kellett dolgozni egy körzeti megbízottnak azért. Ezt tudomásul kell venni. És abban az időben, most mindjárt beleviszek mást is a dologba, abban az időben nem egyszer se kétszer, éjjelente mászkáltunk az önkéntes rendőrökkel, vagy rendőrkollégákkal, Ajkában a városban az utcán. Amit megmondom őszintén, most nem látok. Gépkocsizó járőröket látok Ajkán. Hát igen. Nem látok. Egy gyalogos járőrnek más súlya van, ugye? Igen, aki nem csak azért, hogy büntesse. Aki szóbeli egyedik a járókelőkkel, és igen. Esetleg a szándékaikat igen, is. Igen, és emberekkel elbeszélgessen. Amit én mondjam azt, hogy most is úgy vagyok vele, hogy a feleségem elküld a boltba, mindig azt mondja, apa, de ne beszélgess sokat, vagy hogyha ő velem megyek, akkor lemaradok, ő válogat, én meg biztos, hogy hát biztos jön minden méterben és valaki ja. Ismerősre találkozok, igen. És azzal beszélgetek. Na, és akkor az volt a pláneben, hogy szervusz, hogy az volt benne a pláne, hogy hát beül, ahogy bekerültem Ajkára, és akkor volt, azt szerettem volna, hogy hát tovább tanulok, és akkor azt mondtam, hogy én szeretnék váltásparancsnok lenni, aki az emberekkel beszél. Tehát akkor nem hiányzott a szakácskodás? Nem, akkor nem. Na most mondjam azt, hogy hát volt ilyen, tessék elképzelni, akár a középiskolás könyveimben, vagy pedig akár a BMS könyveimben, mert azok sajátok voltak, hogy torta minták voltak belerajzolva, meg ilyenek. Nem szakadt el tőlem a vendéglátás. És az volt benne, pláne, hogy akkor sajnos megérték azt, hogy bekerülök, és ez a beosztás majd rám kerülhet, amikor üresedés lesz, és akkor az akkori parancsnok, az én kis parancsnokom azt mondta, Karcsi, gyere be, és ez biztos, hogy úgy lesz. Majd a magasabb parancsnokom akkor azt mondta, hogy kérjed ezt a beosztást attól, aki neked beígérte. Megint megsértették? Igaziból most mondjam azt, hogy az embernek van egy önérzet. Persze. Mert akkor azt mondják, hogy na, Karcsi, nem lehet, te így lesz, hogy jó, mert tudomásul jól, veszi. Tudomásul veszi. És akkor közben egy nagyon jó barátom azt mondja, hogy épül Ajkán egy gyors büfé, a Somló falatozó, nem tudom, tetszett erről hallani, a Szemelvász utcában volt,
ez a gyors büfé, ahol most a gyógyszertár van. Azt mondja Karcsi, ide keresnek üzletvezetőt, hogy nem-e érdekel. És akkor én semmi más nem történt. Mondtam, parancsnoknak akkor nem lehet ez. Magasabb parancsnok azt mondja, nem, jó mondom, tudom, akkor mit kell tenni. És vártam a leszerelési kérvem. Akkoriban még lehetett. Hát, most már nem. Ez most már más világ, de ezt hagyjuk most. Igen, és akkor én azt mondtam a parancsnoknak, köszönöm szépen, akkor én leszerelek. Beálltam a leszerelési kérelmemet, és nem akartak elengedni, hát azért mondom az egyik. Szakmailag jól teljesíted. Hát igen, igen. Most majdnem mondjam, előléptették. Hát igaziból az, hogy hát nem a erkölcsileg, el voltam ismerve, anyagilag el voltam ismerve. De az a presztízs. Vannak az embernek más presztízs igények. Hogy hát tudom azt, hogy hát, hogy az emberekkel hogy kell bánni, mert a későbbi életem folyán meg nem tudom mutatni, és akkor azt mondtam, hogy köszönöm szépen, de egy kicsit húzoltak róla, hogy ne engedjenek, hogy leszerelják, de a megyénél már el volt könyvvel, leadhattam a felszerelése, mert minden, csak sokan. Leadtam a leszerelési papírom, minden leszereltem, majd 85, kezdjük a szárvusz, 85, május 1-én áprilisában leszereltem, átjöttem a nagyalás, akkor jöttem át a nagyalásonyi TSZ-hez, és akkor még az én, amikor még alkalmazott voltam, csak nálam épült föl az a somlófalatozó, és akkor ottan gyors büfé volt, hentes áru volt, presszó kávé. Kész kánoán volt, fagylaltot csináltuk, minden volt ott. Hát nem tudom, mert ajkaik azt tudják, hogy mi minden volt ott. Hát ott megint az, hogy hajnalban mentem árujét, és este 5-6-ig dolgoztunk ott, csak a vasárnap volt szabad. Hát a kegyetlen világ volt, és utána 3 évig csináltuk, majd utána azt mondtam a feleségemnek, hogy hát mit szólnál hozzá, hogyha egy cukrászüzemet épülnénk. Mi vonzott a cukrászathoz? Hát megmondom őszintén, mindig is szerettem. Tehát amikor... Ott bujkált a... Igen, igen. Hát mondott, az embernek nem van az a zsigeréből, az nem ölődik ki belőle. Tehát én mindig azt mondtam, hogy másra tényleg vissza a rendőrszakmára. Én most is azt mondom, hogy ha kulturált az ember, megállít egy rendőr, napszaknak megfelelően, amit tanítanak, napszaknak megfelelően, és odaáll, és köszön tisztességedben, jó reggelt, jó napot, vagy jó estét kívánok, én nem legyen kedves a vezetőengedtől, vagy gépjárműokmányait, mindent átlenni. Egy kultúra, én mindig úgy vagyok vele, ilyenkor nem a kocsi ablakon adom ki, hanem én kiszállok, és odaadom neki. Megtisztelem azzal, világos, hogy... Nem. És nem, igen, és nem akkor áll neki telefonálni. Én ezt mondom, hogy tartsa tiszteletben azt az embert, aki ott van. Cukrászatnál hagytuk abba. Igen, és akkor utána visszamegyek a cukrászatba, akkor utána azt csináltuk 3 évig, a feleségem meg volt egy nagyon jó kolléganőnk, és akkor azt mondtuk, hogy felépüljük ezt az üzletet, hát hogyan tudtuk megépíteni. Előtte volt egy lakásunk, itt a Tanásközt főutcán most, eladtuk a lakásunkat, kaptunk érte 500 000 forintot, de akkor az nagyon nagy pénz volt, rá egy évre az a lakás 800 000-et ért az infláció miatt. És akkor utána az OTP-től is kaptunk 500 000 forintot, és korrekt volt az OTP, korrekt volt, bár jöttek mindig ellenőrizni, hogy tartunk, de ezzel védték magukat, hogy nem csalják el a pénzt. Tehát megértett az ember. Hát a fedezet az az épülő cukrászda volt. Igen. És jöttek, meg hát látták, hogy hát van pénz, tehát így lehetett épülni. Január 4-én hoztuk ide 88-ban a téglát, húsvétkor az alapot kiástuk, meg volt lebont betonozva minden, majd az történt meg, hogy jó napot kívánok, július 29-én pedig megnyitottuk az üzletet. Fél év alatt fölépültünk. De nagyon jó barátom, a Debreceni cukrász, hát már ő is nyugdíjas kollega, mondja, hogy Karcsikám, hogyha fölépülöd a cukrász, de hát, hogy hát a falak fönn van, a tető rajt van, az épület 40%-os. És igaza volt, hogy mennyi munka volt bent, hát a testvéreim rengeteget segítettek,
Hát nagyon nehéz volt először, nagyon nehéz volt. Először ketten vittük a feleségemmel, majd utána jöttek az alkalmazottak lassanként, utána belekapcsolódott, hogy az ember mennyire szereti a gyerekeket, jöttek a tanulók. Hány gyereke van egyébként? Nekem egy családom van. És ő is? Itt dolgozik, a lányom is itt dolgozik, de az unokám is. És az unokája is. Igen. Hát a kéz dinasztia. Meg hát a főm is itt van, mert a család dolgozik. Tehát, hogy a lányom abban az időben, amikor ezt épültük, akkor mi középiskolába járt. Tehát nem is készült, ugye? És Vasvárra járt a szervusz, a postaforgalmiba járt akkor a leányom, és amikor elvégezte, utána mindjárt már ide jött. De akkor már voltak tanulói, ugye? Itt akkor már voltak tanulói, hogyne. Hát rengeteg, szerintem több mint 40 tanulót neveltünk itt ki. Közben megkerestek a Szent Györgyiből az akkori igazgató, az András, hogy nem-e vállalnák oktatást. És akkor természetesen. Akkor ön az Ajkai cukrászképzés megalapítója, mondta? Nem, nem, nem. Hát a cukrászüzemben, az állami cukrászüzemben rengeteg tanulónak. Hogyne, hogyne, rengeteg tanuló. Szakmára. Hogyne, hogyne, ott rengeteg tanuló évül. Csak hát azokból nincs a szakmában. De az iskolában gondolom komolyabb képzés volt a Szent Györgyiben. Hát a Szent Györgyiben le a kalappal. Minden biztosítottak, minden. Hát igaz, hogy szétszórva volt, tehát mondjuk abban az időben volt, hogy ez az elméletet fent csingerbe kellett tanítanom. A gyakorlatot itt tanítottam lent, vagy volt, hogy órát kellett tartanom az MHS pályánál. Ott is voltunk külsős helyezésben, mert nem volt annyi tanterem. Ellenben nagyon jó felszerelt konyha volt, és alapanyagon nem volt. A másik az, hogy abban az időben volt elsőbe, vagy 9-ben, 10-ben, 11-ben is benti gyakorlati képzés. Most a mostani képzés során, majd rátérek erre később, ez eltűnt. És a gyakorlati helyeken, én most is azt mondom, a képzésbe, annyi mindent meg lehet tanítani, de az alapokat, amikor gondolják, nem tanítják meg. És meg lehet, hogy sok ember nem ért vele egyet, vagy még pedagógusok is azt mondják, hogy mit akarom viszontlátása, hogy mivel én nem vagyok diplomás, azt mondják, hogy gond ez, nem tud a gyerek számolni. Hát tehát igen. Nem tudnak összeadni, szorozni. Ilyenről beszélünk, hogy egy kilóban hány gram van, ne is beszéljünk róla. És akkor közben a betegség jött közben a családba, és hát itt abba kellett hagynom a Szent Györgyibe a tanítást. Most butaságot nem akarok mondani, de jól tudom, 5 évig tanítottam itt a Szent Györgyibe. És akkor közben a feleségem volt akkor beteg, és meggyógyult, és akkor pedig megkerestek a kamarától, hogy nem vállalnák vizsgáztatást szakmunkás vizsgáknál. És akkor tanfolyamon vettem részt, majd akkor vizsgálnök lettem, szakmunkás vizsgálnám, majd mestervizsgabizottsági tag voltam, szintvizsgákra jártam elnökölni, tehát egy alapvizsga, ami első év végén a tanulóknál megnéznék, hogy na alkalmas-e. És közben gondolom bővített a cukrászat ismertét. Igen. Ez hogyan történt? Hát az a helyzet, a cukrászat ismertetem, eljártunk kiállításokra. Tehát kiállításokra elmentünk, tehát megnéztük ezeket a szinteket. Hogy most, ami mennek országtortájak, én annyira mélyen nem kívánok belemenni ebbe az országtortákba. Van, ami tetszik benne, kollégáktól, amit csinálnak, van, amelyik részt nem. Inkább marketing. Ez egy marketing fogás, szó szerint. Azt jól csinálták, hogy a kormány oldalról támogatást kapott, és ezáltal augusztus 20-ára léptek egy ilyen. De amikor beszélünk, visszajöttek ilyenről, hogy hát a hagyományozó süteményekben hatlaposra gondolok, zserbóra meg hasonló, egy-két helyen lehet kapni, de maga nemibe az olyan adalék anyagolókkal tesznek hozzá, ami például a mákpálinkát most, vagy valami ilyeneket, vagy pedig túl sok kötőanyagot tesznek bele, hogy az angol krém megkössön, vagy valami. Tehát én maga nemében maradt a ezzel nem tudok azonosulni. Nem tudok azonosulni.
Egyébként nagyon finom sütik vannak, én pár napja ide járok, és végigkóstoltam a És repertoárt, nem okozott csalódást. még egy dolog azt tudom mondani, hogy amikor vannak ilyenek, hogy hát a cukrászatban, amikor én elmentem, amikor betegség által, ismét a nejem által volt beteg, amikor elkerültem, hogy hát azt mondtam a leányomnak, gyere vedd át a céget, már itt dolgozott velem, meg volt az unokám is. Meg voltak az unokáim, három unokám van, csodálatos unokám van, itt voltam, és akkor mondtam a lányomnak, 11-ben elment a feleségem nyugdíj mellett, hogy tüdőszűrőre, és megállapították, hogy valami gond van az üdeimmel, megoperálták, akkor ott volt másfél évig, hát ő utána azt mondta, már nem, és akkor én nekem az volt a meglátásom, mert előzőleg is ilyen jellegű problémája volt a drágámmal, és akkor én azt mondtam, hogy anya, nem maradsz itt egyedül, én itt maradok veled, a gyereknek átadtam 12-vel, 2012-vel a céget. Meg volt neki az iskolája hozzá, mestervizsgával rendelkeznek, ugyanúgy, mint én is, tehát abban az időben úgy lehetett valaki iparos, mert akkor iparos volt, nem mester, vagy vállalkozó, úgy lehetett, hogy mestervizsgával rendelkezett. Igen. Nem is kapott üzletet. Tehát így kaptam meg az engedélyt abban az időben. Most nem olyan nehéz. így van. Tehát, Pénze legyen, igen. Akkor valami abban az célja időben, legyen. én nem tudom, hogyan volt, abban az időben kijött a kölyhála az átvevés, kijött a műszaki osztály, kijött az állategészségügy, úgy vették át a cukrászüzememet. Most nem tudom, hogyan megy, megmondom Akkor őszintén. ez az üzlet már 40 éve? Azt akarom mondani, hogy 88-ban nyitottam. Akkor 36 éve. 36 éves, igen. 36 éve. Igen. Hát az első, amikor épült az üzletem, hogy a belső rész, ami a presszó, az egy átrium volt. Tehát üres rész volt. Majd utána, hogy fejlesztettük, kicsit belső rész, ahol most van a termelő üzemben egy hűtőhelyiségünk, meg egy kiadóhelyiség, az inkább azt mondom, hűtőhelyiségek vannak, már rengeteg hűtő van bent abban a helyiségben, az valamikor a kiadóról volt, ott volt a fagylaltpult, meg minden, de kicsinek találtuk, meg hát amikor sok Kinőtték. kinőttük bennünket, hát rengeteg viszonteladónk volt, most is van, nagyon sok viszonteladónk van, oda is termelünk, és kénytelen voltam a fejleszteni az üzemet. Egyetértettek, mindig kikértem a gyerekeim véleményét, és egyetértettek vele. Majd ezt követően pár év múlva ezt a terasz részt is beépültük, mert kavics volt itt, és akkor ez a rész nem volt a sajátom, meg kellett venni, megvettük, és utána a saját erőből, hát a sok minden magunk csináltunk, hát ilyen, hogy a lambériázás, meg ilyenek, a saját magunk csináltuk meg. A másikokhoz, amihez kellett szakember, szakember csinálta. Megcsináltuk, de szuperül meg vagyunk vele elégedve, meg a vendégek is szeretik, hogy amikor nyár van, nem olyan meleg van itt a bepüdláni hűsre. Igen, nem. És na visszatérve a szakmára, és akkor utána a 13-ban is megműtötték a nejemet, majd mondjam azt, hogy hát a megkeresett a Tapolcai Széchenyi Technikum és Középiskola, megkerestek, hogy nem-e vállalnák képzést az iskolájukba, akkor elmentem 16 februárjából a Tapolcára, és kérdezték, mik az elvárásaim, elmondtam, mik az ő elvárásaik, azt is elmondtam, és akkor ott tanítottam a cukrászatot. Hát mondjam azt, hogy hát nagyon jó vezetésű iskola vezetés volt, kollégák is lejok alapval, nem mondjam azt, hogy ugyanez a Szent Györgyről is elmondható, mert még mindig köszönünk egymásnak. Ugye nem becsüljük le az itteni iskolát. Nem, nem, szó se róla. És most is azt mondom, azért ön is tudja nagyon jól, hogy abban az időben azt mondták felemelem az iskolát, az Ajkai Szent Györgyit, abban az időségben, hogy a gyengébb képességi diákokat is nevelték itt. És tudod dolog, hogy hát más neve volt a háttérben, mint a Szent Györgyi. De az ottani iskolának és a vezetésnek, meg a tanári kollégáknak volt a dicsérete az, hogy itt mennyi jó ápolót neveltek, hogy más szakembereket. Van olyan diák, aki
itt nevelődött, és rendszeresen hirdeti a tanulón volt, és hirdeti magát a Facebookot, cukrászatból. Tehát az ember erre büszke. Igen. Én mindig azt mondtam, hogy volt egy kollégám, aki azt mondta, hogy minek nevezte, nem tudjuk, hogy azt mondta, te hülye, amikor a kollégál konkurenciát fog lenni. Én mindig azt mondtam neki, te nem konkurencia, ő is meg akar élni, meg én is meg akarok élni. És tisztességesen meg lehet élni. Nem alá menni az árakkal, mert az a tisztes kollega, aki a reális árakat adja meg a termékekért. Igen. Mert tudomásul kell venni, hogy annak a vállalkozónak, most az olyan csúnya nyelven mondva a vállalkozónak, ki kell termelni a dolgozó bérét, ki kell termelni az épület fenntartását, mindent, alapanyagot kell tudni venni, és a jövőt is biztosítani kell. Igen, ez mind benne van egy sütemény árában. Igen, például. És most is azt mondom, 88-ban tessék elképzelni, amikor kezdtem, akkor jött be 88 januárjával a 25% áfa, mert előtte nem volt. Utána bejött az iparűzési adó, építmény adó, ami előtte nem volt. És ezek nagy terek a vállalkozóknak, tehát, és még nem kapunk kedvezményeket, félrejtés, nesség, komoly pénzek ezek. Az, mert az áfa, megkapom az alapanyagba, ráteszem a termelést, utána továbbadom, ugyanúgy bejön az áfa ebbe a dologba, és az befizeti az ember az államnak. Igen, az az állami, az a pénz. Na, hát ezt tudomásul kell venni, én ezt azt tudom. Mondják, az áfa a szegény emberek adója, mert mindenbe benne van. Igen, a kenyérben igen, is. Igen. De hát én ezt tudom mondani erre, hogy tudomásul kell venni. Még jó, hogy a gombát eladjuk, az nem áfás, úgyhogy hát a piacra kimegy, mert ez az ős termelők árulják, vagy valami. Igen. De visszatérve erre, és 16-tól lejártam rendszeresen Tapolcára, nagyon jó volt. Ott is az volt, hogy jól tudom, 2 évig volt, hogy a 9-nek, 10-nek, 11-nek volt cukrász elméleti gyakorlati képzés az iskolában, tehát volt egy nap, amikor első évben csak iskolában, majd 10-ben, 11-ben kihelyezve, de volt egy nap, amikor iskolai kabinetképzés volt, tehát amiből nyugodtan fel lehetett készíteni a diákot, tehát tudni arra, hogy a szakmunkás vizsgára készüljön. Igen. Tehát a vizsgaanyagok megvoltak. Majd jött egy tájékoztató kormányzat részéről, hogy vagy hát a pénzhiány, hogy megszüntették, hogy a gyakorlati helyen, a gyakorlati helyen kell a tanulókat képezni 10-ben, 11-ben, majd évvégén szakmunkás vizsga. Tehát az, hogy most más jellegű a szakmunkás vizsga, mint amikor még én csináltam, pedig 22-ben, amikor eljöttem, más jellegű most már a vizsga, tehát ebben nem tudok mondani, amit a diákoljaink elmondanak, mert most is van igaziból 4 tanuló az üzemben, akit képeznek a gyerekek, hogy más jellegű a szakmunkás vizsga. Nem kétben várom minősíteni, de tudom azt, hogy milyen szakmunkát, milyen termékeket tettek le, amikor mentem vizsgáztatni, akár Várpalotán, vagy akár Veszprémbe, vagy Pápán, vagy Ajkán is a Szentgyörgyébe, milyen díszmunkákat végeztek. És olyan kollégákkal találkozott az ember, akik előtt most is megemelem, még én is a kalapomat, mert azokat tanít, olyan... És ez már a múlté? Én nem tudom, hogy most fog. Most nem. Hát nem akarok mondani, minősíteni most a szakmunkás vizsgát. A szintvizsgát, azt mondom, hogy hát amikor voltak a szintvizsgák, komoly szintvizsgák voltak. Milyen termékeket, amit egy 15 éves gyerekbe bele lehetett nevelni abban az időben. Tehát azért, igenis, mert nem mondják nekem azt, hogy hát, hogy komoly tésztákat kelljen dolgozni annak a 15 éves gyereknek. De vannak olyan termékek, amikor... Ahhoz meg kell érni, igaz? Igen, szóval megküzdjön az ember. Igen, igen. Tehát amikor, és ezt mondjam azt, hogy Tapolcán például, ugyanez a Szent Györgyibe is meg volt, de másik iskolákban is. Amikor szintvizsgákra is mentem, le a kalappal a tanárnők, a kollégák előtt, mi jó, legtöbbnek nincs ott olyan, akik ott képzik a tanulókat, nincs főiskolája. De én most is azt mondom, az életnek egy bizonyos szárnyára beleneveljük azokat a diákokat, akik ott vannak. A szakmának egy részében.
pedagógia ismeretek vannak, tehát egy szülőismeretek ott a kollégáktól, az, hogy nincs főiskolája, de szakmát tanítják. Igen. És ön most mivel foglalkozik? Én? Mert ezek szerint 12 éve nem vezeti a cukrászdát. Nem vezetem a cukrászdát. Tehát, de felügyeli mondom, azért? 16-tól 22-ig, ahogy oktattam, majd 22-ben egy betegségem közben jött, és akkor, ahogy nem akarok rá mondani, amikor abba hagytam 22-be, mert szeptemberben megvolt a beosztásom, hogy mivel kezdek szeptemberben, sajnos nem jó voltam, mondtam az iskola igazgatónak, hogy azonnal felmondok, majd októberben bejött a betegségem, amit utána másik év májusában műtöttek meg, privát, mert addig nem műtöttek meg állami kórházba, tetszik tudni. Kórügyben feküdtem Veszprémbe a kórházba, és kapacitás hiány miatt elhalasztották a műtétemet. Nagyon majd szép. Végül a család segítségével megműtöttek. Az szóval kicsit többbe került, gondolom. Hát jelentős mértékben többbe került, úgy 5 nap alatt üzemelt. És akkor ezért. Tehát a másik dolog pedig az, én tudom azt, hogy a lányom jól csinálja, meg a főm. Jól csinálják. És tetszik tudni, hogy én azt tartom, az jó, hogyha egy leves csak egy ember főz meg, egy süteményt egy üzemet egy ember vezet, mert annak két gazdája van, azt a menkő megvágta. Én nem tartom jónak. Mert hogy, és nem, megkérdezi tőlem. Hát nem szól bele magyarul. Nem szólok bele. Én azt mondtam, lányom, intézzétek. Meg vőm. Intézzétek. Az unokám ugyanígy itt dolgozik, amikor csinálnak valami új terméket, egyértelmű, hogy ott vagyok az első postoló között, meg a feleségem, mert ott azért igaziból ezt a... Azért tesztelni kell. Azt az üzletet a párom nélkül, utána pedig a családom nélkül nem tudtuk volna fenntartani, meg eddig ennyi ideig üzemeltetni.